cim cim buro, cim 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 buro, cim 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 buro, cim 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 buro. Csillagfényváros a Madárhegység legmagasabb pontján van, közel az éghez. A város mellett van egy erdő, és itt nőnek azok a fák, amiket karácsonykor bevisznek a városba, hogy szenteste a családok ünnepi díszei lehessenek. Közeledett a karácsony, és az erdőben már nagy volt a készülődés. A szarvasok agancsán valódi csillagok ragyogtak, az őzikék aranycsengettyűt kaptak apjuktól ajándékba, a nyuszilányok már ősz óta gyűjtötték az angyalhajat, hogy füleikre csillogó masnikat kössenek. A madarak ezüstporral hintették be az erdőt, a vaddisznók kicsinyeiket aranyra csíkozták, és a fenyőfák friss hópihékkel kényeztették tüskéiket, hogy erősek és szépek legyenek. Csak egyetlen fa állt szomorúan és félbe várta a karácsonyt. Ritkásan nőtt ágai ólomként húzták a szívét. A legszégyenletesebb mégis az volt számára, hogy deréktól fölfelé csupaszon meredezett a törzse. Amikor elkezdett nőni, ő volt a legszebb a többiek között. Ágai futva nőttek, tüskéi vidáman pattantak ki belőle, majd egy nap valami betegség támadta meg, és már csak kinkeservesen nőtt tovább. Az erdei állatok és a többi fák nagyon sajnálták, mert ahogy közeledett a karácsony, egyre szomorúbb lett. Most is csendben állt, és hallgatta, hogy a többiek lázas örömmel beszélgetnek arról, hogy vajon mi vár rájuk. Azt hallottam, hogy olyan családba a legjobb kerülni, ahol sok a gyerek, mondta álmodozva az egyik fenyőfa. Miért? Kérdezte a másik. Mert ott sokkal jobban feldíszítenek minket, és az angyalok rengeteg ajándékot hoznak, annyira szeretnék látni egy babát, vagy egy kis vonatot, ami körülöttem futkos. Én meg azt hallottam, hogy kerülhetsz olyan helyre is, ahol csak egy ember van, és az angyalok nem hoznak ajándékot. Nem szeretnék ilyen szomorú helyre kerülni. Én meg azt hallottam, hogy nem biztos, hogy ott van a szeretet, ahol a legtöbb ajándék, és előfordulhat, hogy egy magányos ember őszintébben fog örülni neked, mint mondjuk 100. Sóhajtott a beteg karácsonyfa, és belecsavarodott a szíve abba, hogy ő bizony senkinek se fog kelleni. Az már igaz, szólt egy másik fenyő. Amelyikünk nem találkozik a szeretettel, annak rettenetesen fog fájni, ha karácsony után lehullnak a tűlevelei. A többiek csak néztek, mert erről még nem hallottak, de remélték, hogy nem így lesz. Jönnek! Kurjantott a fáknak egy mókus, mert meghallotta az erdész hangját, aki hatalmas lovas számmal jött a fákért. A fák izgatottan susogtak és remegtek a tüskéik. Az erdész megérkezett és frissen munkához látott. Dőltek a fák, recsegett az erdő. Néhány óra múlva a fenyők egymást átölelve nevettek a szánon, és várták a sorsukat, hogy kit hova visznek majd. Már csak a beteg karácsonyfa állt magában, és keservesen sírt. Az állatok hiába vigasztalták, majd összedőlt bánatában. Egyszerre dübörögni kezdett a szél, és mivel nem védte már a többi fa sem, nem bírta tartani magát, és eldőlt. Az erdész épp indulni akart, de mikor meglátta, hogy a csúnya fa magától eldőlt, nevetni kezdett, és azt mondta a fának. Ha annyira akarsz, hát gyere, látom, akár már magadtól is felmásznál. És felrakta a beteg karácsonyfát a szánra, aki szédült a boldogságtól. A városban az ajándéktérre vitték a fákat, és egy kivilágított tűzpiros paravánnak támasztották őket. Istenem, micsoda illatok, mennyi ember, zeneszó és kirakatok, gondolta a beteg karácsonyfa, és nem bánta, hogy a többieket szétkapkodják. Aztán egy mondat vetett véget boldog ábrándozásának. Ezt a fát minek rakta ki? Egyáltalán rá tud valaki nézni erre a rúsnyaságra? Szólalt meg egy nő, agyonfestett arcán semmi sem volt szép. A kereskedő mérges lett, hogy kritizálják. Miért? Az emberek mind szépek? Vágott vissza a gazdag nagyságának, és nem titkolta, hogy rácélzott. A beteg karácsonyfa megint szomorú lett, hiszen sehol sem akart ő égtelenkedni. Lehajtotta a fejét, és nem nézett most már senkire és semmire. Már esteledett, és a társai majdnem mind elfogytak. Egy kislány érkezett a paraván elé, és nézte hosszan a beteg karácsonyfát. Tessék mondani, miért olyan szomorú ez a fa? Kérdezte a kereskedőt. Mert nem kell senkinek annyira csúnya, válaszolta. Nem is olyan csúnya. Ha szeretné valaki, biztosan szép lenne, simogatta meg a beteg fát a kislány. Hű, de okos kislány vagy, hogy hívnak? Terike,
válaszolta, és ekkor már a szülei is odaértek. No, választottál már? Kérdezte az anyukája. Idén Terike választ, megígértük neki, magyarázta a kereskedőnek az apja. Ezt a szomorú fát választom, és olyan szépen feldíszítem, hogy örömében ő lesz a legszebb. De hát ez, dadogott az apja, amikor meglátta a fát, mert eszébe jutott, mennyi vendéget hívtak. Ez nagyon szép, fejezte be az anyja, és intett a férjének, hogy ne bántsa a fát. Terikének ingyen adom, örvendezett a kereskedő, mert már ő is megszerette a szomorú fenyőt. A beteg karácsonyfa visszatartott lélegzettel hallgatta az egészet, és örömében majd kibújt a tűleveleiből. A család felkapta őt, és a fa legszívesebben szárnyakat növesztett volna, hogy ne szúrja a vállukat. Eljött a karácsony este, és a fát Terikén kívül addig nem láthatták még a szülők sem. Egyedül díszítgette, beszélt hozzá, énekelt neki, és szívét, lelkét ráaggatta. Aztán felgyúltak a fények, a beteg fán lobogtak a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, a díszek büszkén forogtak, és Terike megrázta a csengőt. A beteg karácsonyfa szédült az izgalomtól, amikor hallotta, hogy mennyi ember zsibong az ajtó előtt, és mind rá kíváncsi. Összeszedte minden erejét, Terikével összenéztek, és kitárult az ajtó. Mikor a sok vendég ámulva dicsérte, úgy érezte mégis jó, hogy él. Terike csak mosolygott, mert látta, hogy a szülei megértik, miért választotta ezt a fát karácsony estére. Aztán elmúlt a karácsony, és a betegfa levelei potyogni kezdtek. Csak állt, és újra meg újra végig gondolta a karácsony estét. Nem tudott betelni vele. Ahogy így gondolkozott, hallotta, hogy a környéken mennyi társa jajveszékel fájdalmában, miközben tűleveleiket hullatják. Ő csak állt békében, és gondolkozott. Terikén, ahogy szerette őt, az ünnepen, az embereken, ahogy imádkoztak, és közben észre sem vette, hogy már az utolsó tűlevele is fájdalom nélkül lehullott.